kinek te milyen barátja volt. Malacka, Füles, Robert Kita, Nyuszi, Zsebi Baba és Bakoly, de még Kanga, Ürge, Tigris, Ormi és az anyukája is ott volt. Velük volt a legjobb lenni, mert segítőkész és megértő tudott lenni mindenki. Ám közeledett az év legszebb ünnepe. Így tenni is kellett valamit érte. Mindannyian micimacmokhoz gyűltek, hiszen csak az anyházában fértek. Rengeteget serdültek, fordultak, csupán azért, hogy minél szebbé tegyék a karácsonyt. A fenyőfát feldíszítették, szedni a szebb dolgokkal ékesítették. Mindezek után odaadták egymás ajándékát. Hirtelen furcsa zajokra lettek figyelmesek. Kintről pici csengettyűk csilingeltek. Mici Mackó az ablakhoz szaladt, és az égen meglátott egy szánt és néhány rénszálvast. Kiáltott vidáman Ormi, majd az ajtó nagy rubajjal csapódott ki. A télapó lépett be rajta maga, és még két kis manó is két rénszálvas. A Mikulás rájuk nevetett. Lerázták magukról a havat a rénszálvasok, Mici Mackó pedig helyjel kínálta a télapót. Az idős úr mosolyogva ellenezte. Azzal szavat hozott, hogy sietnie kellene. Így hát elővették a hatalmas nagy zsákot, és mindenkinek odaadták a sok ajándékot. A télapó megdicsérte a barátokat, hiszen egész évben jók voltak. Mindenki csuda jó dolgot kapott, de aki a legjobban örült, az Mici Mackó volt. Mézet hozott neki a Mikulás, a legkedvesebb nyalánkságát. Örült is ám a kismegbe, de az apónak mennie kellett. Megköszöntek neki mindent, majd a Mikulás társaival elment. Ezután mindenki visszament lassan az otthonába, Mici Mackó pedig bebújt az ágyba. Ám miközben ő az igazak álmát aludta, valaki belopózott a házába és ajándékát ellopta. Mikor felébredt, és a csokor méze hűlt helyét látta, kereste mindenütt, lett is ám sírás-vívás miatta. Azonnal hívta a barátait át, hogy együtt kutassák fel eltűnt ajándékát. Ám hiába dúrtak fel mindent, az eltűnt csokrot csak nem találták meg. Nyuszi szerint valaki ellopta a mézet, és ezzel mindenki egyet is értett. Búslakodott is Mici Mackó nagyon, amikor is a kisebb baba észrevett egy dolgot. A kis kenguru hirtelen így kiáltott fel. Nézzétek, ott van Spider! Mindannyian egyszerre kiáltották, mire a róka szomorúan elsókollált. Lett is ám vigadása megkerült nézőjében. Mici Mackó nagyon hálás is lett ezért a zsűrinek. A kismedve buzgó megköszönte mindenkinek a sok segítséget, majd végül szabadon fellélegzett. Végül aztán mindannyian hazamentek, és egymásnak kívántak kellemes ünnepeket. Itt a vége, fuss el véle. Aki tudja tovább, az meséljen.